Mi szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk megküzdeni a nehéz élethelyzetekkel? Miért fontos, hogy merjünk döntéseket hozni, és visszatekintve, miként értelmeződnek újra életünk kudarcai? Az Agapi asztalánál ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Ma esti beszélgetésünk vendégei Danó Éva szociális munkás, aki krízis tanácsadóként és családgondozási referensként is dolgozik a Várva Várt alapítványnál. Élete nehéz körülmények között indult, ma hasonló sorsú embertársainak segít. Bojki László brácsa művész, a Budapesti Fesztivál zenekar tagja, a Bojki Brothers énekese, a színpadon túl pedig lelki gondozó és ige hirdető. Szerinte nem az a kudarc, ha hibázunk, hanem ha meg se próbáljuk. Illés Fanni végtag hiányosan, lábak nélkül született, mégis élsportoló lett. Paralimpiai, világ és Európa bajnok úszó. A tokiói paralimpián szerzett aranyérem után Párizsból ezüstéremmel tért haza. Hisz abban, hogy nem a nehézségeket kell nézni, hanem a lehetőségeket. És érkezett még közénk Horváth Gábor adventista lelkész és addiktológiai konzultáns, aki az egyik alapítója és egyben vezetője a Nágocsi Reménység Rehabilitációs Háznak. Szenvedélybetegeknek nyújtanak segítséget abban, hogy megküzdjenek függőségükkel. Szeptemberi hónap hívószava itt az Agapi asztalánál a bátorság. És ennek fényében is kérdezem tőletek, hogyha egy kihívással, egy nehéz helyzettel találkoztok, akkor mi az első gondolatotok? Melyik kijelentés jellemző inkább rátok, hogy azt mondjátok, hogy félek, hogy nem tudom, hogy meg tudom-e csinálni, vagy pedig az, hogy csak azért is meg fogom csinálni? Nekem a csak azért is. Ez egész életedben így végigvonult? Igen, szerintem, mert ugye az elejétől kezdve így lemondanak rólam az emberek, vagy a társadalomnak van egy ilyen negatív hatása irányomba, hogy úgyse képes rá, neki nem kéne, mert alkalmatlan rá, és még sorolhatnám. De én azt gondolom, hogy a bátorság az pont az, hogy tudod, hogy mitől félsz, de szembe mersz szállni vele, és szembe mersz menni mindazokkal, azokkal a sztereotípiákkal, amiket mondjuk felállítanak fejed, és nekem a bátorság erről szól, hogy én tudom, hogy mitől félek, de mégis tudom, hogy arra kell mennem, és le kell győznöm ezt a félelmemet, és én nekem erről szól igazából a bátorság. Többiek? Már párszor estem arcomra abban az értelemben, hogy én azt gondolom, hogy Jóisten helyez álmokat a szívünkre, és amikor nekünk van nagy elánnal, hogy most akkor megyek előre, és az álmomat szeretném megvalósítani, és szeretem a kihívásokat, de talán egy kicsikét óvatosabban közelítek már, mert hogy ugye, hogy gyorsabb beszédem is, meg az élettempóm is, én túl sokszor mentem már falnak, de alapvetően azt gondolom, hogy a kihívások jók, mert a komfortzónánkon túl van mindig a fejlődés, csak néha nehéz kilépni onnan. Ezt tapasztaltam. Én alapvetően egyáltalán nem vagyok bátor, tehát amikor jön egy kihívás, akkor bennem egyáltalán nem az van, hogy üdön nekem az oroszlánt, vagy a nem tudom, hogy ketté harapom, meg nem, hanem először egy félelem és egy szorongás lesz úrá rajtam. Ez ilyen gyerekkorom óta, tehát én szorongó kisgyerek voltam. És ebből fordítom át, amit a Fanni is mondott, hogy de most én mit kezdjek ezzel a szorongással. Tehát nekem ezt tudatosan kell mindig, hogy kézen fogom a lelkemben azt a kisfiút, és azt mondom, de te már egy felnőtt férfi vagy, és gyerünk. Tehát ez nekem mindig egy feladat. Szóval a félek és a csak azért is, az együtt van. Igen, tehát a bátorságom az nem természetes. Van, aki úgy születik, tényleg, hogy bár én nem, hanem én olyan vagyok, akinek a bátorsága az, hogy legyőzöm a szorongást, a félelmet. Nekem ilyen típusú. Évi? Én valahogy úgy vagyok összerakva, hogy a fejlődés ez így belém volt mindig kódolva, így kiskoromtól kezdve, és emiatt viszont nagyon bátor voltam. Tehát én mentem először a védőoltásra, tudjátok, így a suliban, de valóban egyet tudok veled érteni abban, hogy amitől viszont félek, az egy ilyen belső megküzdés lesz. Nem beszélek róla,
és nagyon óvatosan megyek akkor én is neki, szóval akkor bekalkulálom, hogy mik lehetnek azok a körülmények, amik okozhatnak nagy eséseket. De azért azt gondolom, hogy alapvetően igen, így a bátorság ajándéka, az benne van az életemben. Évi, kimondtad a mai beszélgetés kulcs szavát, megküzdést, a lelki megküzdést. Beszéltünk már arról korábban itt az Agapi asztalánál, hogy hogyan lehet bátran szembenézni a kihívásokkal, és most azt néznénk meg, hogy a nehéz helyzetekkel hogyan lehet megküzdeni. És ahogy én készültem az adásra, egyre bizonyosabb lettem abban, hogy körülöttem itt most igazi küzdők ülnek. Bennetek a küzdelem, a küzdés elsőre milyen érzéseket hoz elő? Milyen viszonyotok van nektek ahhoz, hogy megküzdés, küzdelem? Én ehhez értek a legjobban. Tehát, hogy én tényleg így látom, hogy most azért tényleg lábak nélkül megszülettem, és ugye az előbb elmondtam, tehát, hogy mindenki le akart mondani rólam, a szüleimnek nem is akartak odaengedni, tehát hogy azt mondták a szüleimnek, hogy mondjanak le rólam, kezdjenek egy új életet nélkülem, ne is nézzenek meg. Ez ott, amikor megszülettél, igaz? Igen, mert anyukámat elaltatták, ugye császáros baba voltam, és hát ő hozzá már, amikor magához tért, az orvos bement a kórterembe, és hát nélkülem, tehát hogy ő ezt így elmondta, hogy lábak nélkül születtem, és hogy halva, és hogy újraélesztettek, de hogy szerintem, mint gyakorlott orvos, ő azt tanácsolja, meg mint édesapa azt tanácsolja, hogy hagyjon ott a kórházba, és kezdjen egy új életet nélkülem. És akkor ugye anyukám ott is hagyott, hát hallgatott, tehát akkoriban még internet, semmilyen nem volt, hogy most utána nézzen. Aztán mégis pár nap múlva visszahozta ugye az anyai szíve, mert szerintem egyébként ezt tőle vettem, meg tőle örököltem ezt a mintát, hogy igenis, hogyha valaki mond valamit, hogy nem vagy képes rá, akkor azzal igenis meg tudsz küzdeni, és eléred a céljaidat. Úgyhogy ő is így volt velem, hogy hát neki nem mondja meg senki, hogy az ő gyerekével ő mit kezd, úgyhogy ő hazavitt engem. Szóval már a születési történetedbe kicsit bele van kódolva. Igen, nulla perctől kezdve megküzdés az életem, de hát tele vagyunk akadályokkal, most nem kell mondanom, hogy ami nincs akadálymentesítve épület, vagy nincs akadálymentesítve egy fej, akivel mondjuk találkozok és beszélgetek, akkor azokkal mind meg kell küzdeni. Erről fogunk beszélgetni, ezt boncolgatjuk tovább. Gábor, számodra a küzdelem küzdés? Én azt tapasztaltam a saját életemben, meg a munkám során is, hogy minden embernek van egy olyan sérülése, vagy egy olyan handicapja, ha úgy tetszik, amivel szemben ott a lehetőség, hogy egy megküzdési folyamatban elinduljon. De én azt tapasztaltam a saját életemben, hogy először talán tudat alatt minden ember, ahogy én is a fájdalomcsillapítókat kerestem gyermekként is. Ha az első megküzdéseimet így próbálom számba venni, akkor nekem leginkább a családi környezetem volt egy küzdő helyzet, vagy küzdő tér. És látom, hogy a magam életében is, de a szüleim életében is, meg az ő szüleik életében is ott voltak azok a transzgenerációs örökségek, amik hozták a maguk megküzdeni valóit. Milyen értelemben volt a családod küzdőtér? Szóval, hogy milyen értelemben használtad ezt? Hát leginkább a szenvedélybetegség, ami jelen volt több generáción keresztül. Tehát nem ismerek olyan férfi családtagot, aki ne küzdött volna valamilyen szerfüggőséggel. Van a családi hátteremben öngyilkosság is, vannak egyéb családi krízisek, meg elakadások. És egy olyan dinamikában nőttem föl, ahol ugye azt szokták mondani, hogy szerettek a szüleim maguk módján, megtették, amit tőlük telt, ahhoz képest, amit ők hoztak, ők már egy jóval magasabb szintre jutottak, én nagyon tisztelem őket. És édesapám is egy nagy megküzdő, mert ő is beleesett egy függőségbe, de kimászott belőle 20 éve, viszont az én gyerekkoromat is meghatározta ez. És először még nem a megküzdés volt jellemző rám, hanem ez volt a természetes környezet. És ahogy cseperedtem, ahogy növekedtem, és elkezdtem segítőpályákon dolgozni, pedagógusként, aztán lelkészként, aztán szenvedélybeteg segítőként, és egyszer csak összeomlott a rendszerem, mert kiderült, hogy nincsen megküzdve az, amit meg kellett volna harcoljak, és mert felnőtt fejjel kellett szembenéznem azzal, hogy hol vannak azok a sérülések, amik aztán ugye megtermették a maguk gyümölcseit, és nekem felnőtt fejjel kellett megküzdenem a depressziómmal, mert egészen addig hősként mentem előre, és megoldottam minden problémát, meg mások problémáit. De egyszer csak kiürült ugye az a tank, amiben volt addig a munícióm, és akkor kellett szembenéznem azzal, hogy oké, és akkor hol vagyok én ebben a folyamatban, amiközben másoknak segítek, és másokért elégetem magam, közben nem volt már honnan merítkeznem, és meg kellett küzdenem azt, hogy hol is van a szeretetem forrása, és hogyan fogok tudni erőt találni ahhoz, hogy tovább lépjek az életemben. Erőforrások, erről beszélgetünk még. Évin, számodra a küzdelem olyan szempontból hasonlít a Fannival
a történetetek, hogy a te életutad is nagyon nehéz körülmények között indult. Hát én egy cigány családba születtem, ahol hatan vagyunk testvérek. Én voltam az első lány, a harmadik gyerek. És már sok helyen elmondtam, de nyilván gyerekként, akár mennyire is egy gyerek lelke van az embernek, azért én fölfogtam, hogy a társadalomnak melyik perifériára születtem, és azért ez egy belső szorongást adott. És nekem a hit volt az, ami gyerekként segített, hogy én átjárhattam ott a református templomba, és tanítottak, és nyilván nagyon sok bibliai történeten keresztül láttam, hogy vannak bátor bibliai hősök. Szóval nagyon szerettem a Dávidot például gyerekként. És ez nekem nagyon sok erőt adott, és bár éltem a családomba, és nekem is a szüleimnek nagyon komoly gondja volt az alkohollal, de azért mégis volt egy remény, hogy ebből ki lehet valahogy keveredni. Mondhatjuk azt, hogy neked egy igazán nehéz gyermekkorod volt? Igen, azt gondolom, hogy most, hogy szülő vagyok és felnőtt gyerekek anyja, azt gondolom, hogy nem volt könnyű. Igen, az anyunak gondjai voltak a szeretetnek a kifejezésével, nagyon komoly gondjai voltak, és szóval én arra vágytam, én az anyu szeretetére vágytam nagyon. És igen, ott az én életemben is elindult egy komoly küzdelem, hogy láttam az ő életüket, és én ott hoztam komoly döntéseket, hogy nagyon szeretem a szüleimet, de így nem szeretném tovább csinálni. Nem volt meg, hogy hogyan, másképpen, de hogy így nem. És azt gondolom, hogy nekem az ottani templomban kapott tanítások voltak azok, amikre aztán én ráhelyeztem az életemet. És én is azt gondolom, hogy ez egy életút, ez egy folyamat, önmagunkat megismerni, mivel merünk éppen szembenézni, és mivel pedig nem merünk szembenézni. Szóval ez egy folyamatos fejlődés. A döntéseket említetted, erről is szólunk még. De Laci, rád is kíváncsiak vagyunk, hogy te mit látsz az életedben, hogy mik voltak azok a küzdelmek, amiket most ide hozzál az Agapi asztalánál, hogy mik a te küzdelmeid? Mondtad, hogy az asztalnál mindenki egy nagy küzdő, de nekem az én képemben ez így nem szerepel, tehát nem, ahogy nem gondolom magam bátornak sem, úgy nem volt ez így bennem, hogy én egy ilyen nagy küzdő lennék. Azt hiszem, hogy gyerekkoromtól fogva meghatároz az, hogy zenész vagyok, és a zenészek, mint a sportolók, életvitelszerűen folyamatosan küzdenek. Tehát az abban segít nagyon, hogy nincs egy olyan illúzióm, hogy bárhova is el lehet jutni munkanélkül. Amikor elkezdtem 6 évesen hegedülni, teljesen világos volt, hogy mire ebből egy emberi hang ki fog jönni, az nagyon hosszú idő, és nagyon sok munka. És azért egészséges fiúgyermekként én egyáltalán nem voltam egy nagy gyakorló, tehát én ha csak lehetett, lógtam, fociztam, de muszáj volt. De amit muszáj volt, abból ez kijött, és szerintem ez viszont benne van az életemben, hogy nem vágyom nagy csúcsokra, hanem tudom, hogy mindig egy lépést kell megtenni, mint egy hegymászásnál a következőt. És akkor ebből kijönnek mégis. Tehát mész egy ideje, kilóg a beled, visszanézel, hoppá, azért jöttünk. Tehát nekem egy ilyesmi, egy ilyen nem egy nagy totál képen van erről, hanem inkább erről a mindennapi küzdelemről, a hétköznapi küzdelmeknek az értéke, az nálam megvan. Az. Laci említette már a sportot. Igen. És hogyha már itt ül közöttünk egy paralimpiai bajnok, akkor a sportban ezt tapasztaltad? Ez is segített? Egy sport is egyfajta megküzdési stratégia lehet? Nekem nagyon sokat segített. Ugye akkor jött pont az úszás az életembe, amikor én elkezdtem tinédzser lenni, akkor már ugye elkezdett zavarni a testem, és hogy, mert ugye lányok mentek randizni körülöttem, meg fiúkat is érdekelték, és akkor ugye rám senki nem nézett úgy, hanem inkább barátként, és akkor pont jókor jött a sport, hogy én akkor az uszodába le tudtam menni, de igen, ahogy mondja Laci, ez a sport, meg az, hogy lemész minden nap edzeni többször, ez minden nap megküzdesz saját magaddal, magadért. És igen, nekem nagyon-nagyon sokat segített a sport, hogy elfogadjam magamat. Ugye az úszás az egy olyan sportág, ahol le kell vetköznöd fürdőruhára, és hogyha szégyeltem is azt, hogy nekem nincsen lábam,
attól függetlenül minden nap le kellett vetköznöm fürdőruhára, dresszre, és minden nap szembesítenem kellett magamat is azzal, hogy ez vagyok én, ezt kaptam az élettől, a Jóistentől, és ezzel kell együtt élnem, és hogy igen, fogadjam el magam. Mert nyilván nekem is volt olyan időszak, amikor ez nehezen ment, meg voltak, tehát hogy mindenkinek vannak rossz időszakai, nekem is. De ugye nekem az a szerencsés helyzetem, hogy én nem tudom, hogy milyen az, ha van. Csak azt tudom, hogy én is hol vagyok a társadalom perifériáján, hogy éppen melyik részén vannak a fogyatékossággal élők, és tudom, hogy én is ott vagyok, de én szerintem mindannyian egyek vagyunk, és egyenlőek vagyunk, és ezért küzdök minden nap. De hogyha az erőforrásokat keressük, igen, ahhoz, hogy egy lábak nélkül született kislányból, akiről az orvosok lemondanak, végül paralimpiai bajnok legyen, ahhoz szerinted mi kell legfőképpen? Mi kellett a te életedben legfőképpen? Nekem a család, nekem a szüleim, az, hogy ők nem mondtak le rólam, és támogattak, a testvérem, aki minden nap ott van a mai napig az életemben, tehát hogy pont az, ami nektek ugye így hiányzott, az nekem az volt az erőm, és mind a mai napig ez számít nekem, tehát hogy minden más ezután jön. Az első a család, az első a kisfiam, a párom, a szüleim és a testvérem, és minden más ezután van, csak én annyira hiszek a család szeretetében és erejében, mert én egy nagyon szerencsés ember vagyok. Sokan azt hiszik, hogy lábak nélkül születni ez tök rossz dolog. Pedig nem, mindenem megvan. Szeretnek a szüleim, foglalkoztak velem gyerekkoromban, támogatták a sportolásomat, tök egészséges mindenki a családunkban. Tehát, hogy ennél több nem kell, azt gondolom, az élethez. Ez számít igazán. Akkor nézzük meg azokat az erőforrásokat, itt pedzegettétek, vagy említettétek, mi van, hogyha nincsenek ilyen erős tartó pillérek, amire rá lehet állni, hogy a család már elindított egy olyan úton, hogy én azon meg tudok állni. És jönnek a nehézségek, jönnek a nehéz élethelyzetek, jönnek a kihívások. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, ugye jövök egy közegből, és mindenki jön egy környezetből, ahol az tűnik normálisnak, ahonnan jön, és nem mindig látja azt, hogy hol vannak az ő kihívásai, sérülései, a folyamatában kezd ezeket felismerni. És amikor én szembesültem, nyilván először azt éreztem, hogy eszköztelen vagyok. Például nekem, amikor jött a depresszió, nekem összeomlott a rendszer, mert túl nagy volt a terhelés, és utána szembesültem azzal, hogy édesapám is ezt hozta, és ugye én csak viszem tovább a kapott, ha úgy tetszik, nehézségeket, kihívásokat. Ráadásul akkor köszöntött rád a depresszió, amikor az életed egyik álmát valósítottad. Pontosan. Meg. Létrehoztál egy szenvedélybetegeket segítő központot. Elindult a rehab, ott volt egy egyéves kisfiú, aki gyönyörű volt, fantasztikus, ott mellettem egy szerető feleség, és ott a depressziónak az apatikus ugye, érzést adtam, hogy nem tudtam ezekből építkezni már, és azt éreztem, hogy fogy el az erőm, és az a baj, ugye, egy keresztény ember, aki depressziós, az eleve nem szokta ezt felvállalni, meg kell küzdeni valahogy, hisz ha hívő ember vagy, akkor majd a Jóisten neked segít, és ezt felvállalni, pláne lelkészként, hogy te a depresszióval küzdesz. Persze én annyira rosszul voltam idután, hogy emeltem a kezem, hogy segítsetek, csak nem tudtak, mivel ugye a depresszió az nem egy olyan dolog, amit az ember így kívülről gyorsan megold. De emlékszem, hogy milyen küzdelem volt az. Volt olyan állapot, emlékszem arra, hogy álltam az ajtó előtt, néztem vissza, a feleségem ott sírt, mert látta, hogy tehetetlen, nem tud segíteni, én vele szemben sírtam, és nem tudtam, hogy lesz ennek az alagútnak valahogy vége, nem láttam a fényt. Ugye ez egy tipikus depressziós tünet együttes. És az is felismerés volt, amikor rájöttem arra, hogy van egy betegségem, amiről nem tehetek, amit úgy kaptam, ha úgy tetszik, nyilván benne van az én élettempóm is, de erről nem tehetek se én, se más, hanem ez egy, ha úgy tetszik, egy deficit, egy gyengeség, egy fogyatékosság, mint Fanninak, csak ugye nekem ez egy mentális defektus, ha úgy tetszik. És itt kellett egy olyan folyamaton keresztül menni, amikor rádöbbentem arra egy idő után, hogy igen, ez egy betegség, és a betegség, akkor Jézus ugye úgy mutatkozik be, mint aki orvos is, nem csak megváltó, hanem orvos is. És szerintem pont ezért mutatkozik be kétféleképpen, hogy orvos is és megváltó is, mert a bűnösöknek kell a megváltó, a betegeknek az orvos, és mind a kettőre szükségünk van. Nem? Vannak sérüléseink, amiket nem mi szereztünk, hanem úgy kapjuk. De hogyha ezt a sérülést én nem dolgozom meg a Jóistennel, nem engedem be az életembe, hogy meggyógyítsa, akkor én már nem csak áldozat leszek, hanem erőszaktevő, mert továbbadom. És nekem ezt felismerni, és közben nyilván küzdeni, hogy én nem akarok így maradni, nem akarom a kisfiamat, aki itt van egy éves, egy sérült apaként tovább megbetegíteni. A feleségemet szeretném jól szeretni, de falat von közénk a depresszió. És ugye ez egy nagyon hosszú, sötét verem volt, és ez egy folyamat volt, amíg rájöttem arra, hogy
én nekem nem egyedül kell megküzdenem mindent, hisz pont azért vagyok ember, mert hogy kegyelemre szorulok. És mindenkinek megvan az a sérülése, ahol a kegyelem tud egy csatornát nyitni az életében, hogyha kinyílik rá a szeme és a szíve. És én azóta már nem úgy vagyok az életben, hogy na, hoztam a magam sérüléseit, hanem ezen keresztül tudta Jóisten megmutatni a hatalmát. És milyen jó, hogy édesapám is megküzdötte, édesanyám is megküzdötte, tehát most már közös küzdők vagyunk egy családon belül, most 20 év édesapám sem iszik, és megünnepeljük általában évenként. Minden évben van egy torta, egy külön születésnap, amikor ünnepelünk is. Ő is ünnepelt, én is ünnepeltek, és ez milyen jó dolog, hogy vannak már közös megküzdéseink, és van egy csomó testvérem, aki mellettem áll, van egy csomó eszköz, amit tanultam az évek során. A hit gyógyító erejét említetted, és te is, Évi, innét indítottál. Hogy ez adott erőt? Ez volt a fő erőforrás ahhoz, hogy azokkal a nehézségekkel már gyermekként meg tudj küzdeni, és azokat a döntéseket meg tud hozni? Nekem ez egy ilyen borzasztó felemelkedett állapot volt, hogy megismerni az Istent, ahol mindenki egyenlő. Ez, amit a Fanni mond. Ott nekem van egy olyan gondolkodásom, hogy nem arra szoktam figyelni, hogy mi nincs meg, hanem mindig volt valahogy képességem arra, hogy behúzzam máshonnan. És én nagyon hálás voltam azért, hogyha én otthon nem is tudtam azt a fajta szeretetet megkapni, amire vágytam, de nagyon hálás voltam mindig azoknak az embereknek, akiktől viszont megkaptam. És mai napig erre nagyon figyelek. És nekem is vannak testvérem, akikkel nagyon jó a kapcsolatom, és akkor együtt küzdünk ez egész életben. De én azt gondolom, hogy nekem így a fő kapaszkodom valóban így az Isten volt, és a Jézus Krisztusba vetett hitem, hogy nála lehetek egyenlő, nála nekem vannak esélyeim, és ezért nem adhatom fel. És viszont ahhoz meg nagyon erős akarat kell, meg szorgalom, ahogy a sporthoz is, és gondolom a zenéhez is, minden máshoz, hogy akkor nem adom fel, akkor megyek, akkor tanulok, akkor csinálom, és akkor ha nekem többet kell dolgoznom, akkor többet dolgozom, és mindig nagyon jó gyümölcsei voltak ennek. Tehát, hogy nekem azért pozitív visszajelzéseim voltak így az élettől, hogyha szorgalmasan dolgozom, akkor van sikerélmény. Ha tanulok, annak van eredménye, és nyilván ez a felzárkózás egy nagyon hosszú folyamat, és nem is gondolom már, hogy a... Mert talán azért azt elmondhatjuk, hogy ezt olvastam több helyen is, említetted, hogy édesanyád nem tudott se írni, se olvasni. Igen. Te pedig több diplomával rendelkezel. Azért ez egy nagyon hosszú út. Így van, ez így van, és nagyon sok ember támogatása, és nyilván én nagyon fiatalon ismertem meg a férjemet, 16 éves voltam, és biztos, hogy a Péter nélkül, szóval az, amit ő hozott be, kegyelmi faktor, az a türelem, az a szeretet, az, hogy hagyni meggyógyulni valakit magad mellett, és közben tényleg jól szeretni, az, szóval nekem mindig voltak ilyen életajándékok, és hogyha visszanézek, így a megküzdésekre, soha nem voltam benne egyedül, szóval én soha nem voltam ebben magányos. Lehet, szóval, hogy milyen fontos a társas támogatás, hogy legyen. Fontos, igen. Legyenek szövetségesek, legyenek támogatók. Hogy az én esélyeimet sokszor emberek teremtették, meg nyilván rá kellett hangolódnom és beletenni energiát, de nagyon hálás vagyok azért, hogy ez nem lehetetlen. És a legfontosabbnak meg azt tartom, hogy gyerekeimre ez milyen hatással van, hogy mennyire érdemes küzdeni célokért, mert egészen máshova determinálja a gyerekeket már. Szóval ők nem ismerik azt, hogy nincsen étel, hogy van ital, de nincsen kenyér, nem tudnak erről már semmit. Az, hogy nyilván félcigányok, az valakiben hoz muzikalitást, és nem tudom, és ilyeneket, de nem hátrány már. Tehát, hogy ezek a mi megküzdésénk szerintem a leszármazottaink életében meg nagyon nagy erőt tudnak hozni. És nekem biztos, hogy ebben a hit nagyon sokat adott, meg ad mai napig is. Hát én sokszor nem beszélek addig emberrel a problémáimról, amíg nem beszéltem meg mondjuk az Istennel, szóval azért ez is egy fontos belső, személyes kapcsolat, ami a lelkét az embernek jól tartja. Több dolog elhangzott már, szorgalom, kitartás, akarat. Én behoznám még, vagy kihangosítanám a döntések szerepét. Tehát az, hogy egy-egy nehéz helyzet, hogyha előttünk áll, és meg kell vele küzdenünk, akkor az első lépés az a döntés, hogy hogyan fogunk hozzáállni? Hogy milyen attitűddel állunk mi a nehéz helyzettel szemben? Én szerintem ez egy nagyon jó pillanat ennek a beszélgetésnek, mert hogyha megkérdezünk tényleg akár, akik ezt a műsort nézik,
100 emberből 100 azt mondaná, én küzdök, mint a malac a jégen, én küzdök. Persze, hát az élet egy küzdelem, mindenki küzd. Mindenkinek az a megélés, egy küzd. A különbség az, hogy mit, milyen küzdelemben vagy. És ez egy döntés. Itt most Évi és Fanninak is a sztoria pont ezt mutatja, hogy milyen az, hogyha elfogadom azt, amim nincs, de nem ezzel töltöm az életem, hanem amim van. És ez egy döntés kérdése. Hogyha én azzal küzdök egész életemben, amit úgyse tudok megváltoztatni. Tehát először is egy döntés, hogy elfogadom, hogy nekem ez nincs. És erre szerintem a Szentírás, engem a Szentírás tanít erre, mert azt mondja az ige, hogy háladással tárjátok fel a kéréseiteket. Ez azt jelenti, hogy először nézek rá arra, amim van. Hálás vagyok, hogy van. És nem, mert hogyha ez nincs bennem hála, akkor állandóan azt nézem, amim nincs. És akkor én küzdök, persze, mert van egy hülye szomszédom, mondjuk, és azzal pereskedek egész életemre. Hát bravó. És lemegy az élet úgy, hogy egy értelmetlen küzdelemmel szétforgácsolódott az egész életem. És milyen szép, hogyha azt mondja Évi, hogy egy ponton elfogadom, hogy egyszer csak azt mondom, hogy hálás vagyok azért, amim van, és nem azon bosszankodom, egész életemben meg irigykedek a másikra, akinek meg van, ami nekem nincs. Szóval mi magyarok ebben nagyok vagyunk. És hogyha berendezkedünk egy áldozati létre, tehát hogy én áldozat vagyok, a Fanni nem áldozat, és Évi se áldozat, hanem harcos. De leélhetné az életét úgy. Minden jogom meg lenne hozzá. Igen. És ezt is várja sokszor a társadalom, hogy így születtél, és hogy hát akkor otthon kéne siratnod az életedet. Sokszor érzed, hogy... Már egyre kevésbé, mert ugye többen ismernek, meg talán átjön a személyiségem, így azért 5 perc alatt szerintem át tud jönni, hogy azért én egy humoros valaki vagyok, aki még abból is viccet csinál, amiben nem kéne sokszor. De... Akkor egyébként megküzdés és stratégia nálad? Jó, ne stratégiának mondjuk mód, így fontos? Szerintem nálam csak sokszor inkább ez a mód jellemző, igen, mert ugye édesapám egy nagyon humoros valaki, és tőle jön ez, hogy tényleg, tehát hogy azért fel lehet fogni az életet úgy is, hogy nem állandóan a drámát keressük, hanem inkább azt, hogy hogyan lehet tényleg mondjuk, tudom, hogy vannak komoly betegségek is, de abban is meg lehet találni az, hogy igen, vannak humoros részek, ami lehet és szabad és kell is nevetni, mert nem lehet tényleg mondjuk egy betegséget drámával végigvinni. És nekem is a depresszió alatt rengetegszer volt, amikor a tesóm átjött rám, nézett, és mondta, hogy már megint hogy nézel ki. És akkor nevettünk egy jót, és igaza volt. És volt, amikor sírtunk, mert ez van. Egy szülés után volt neked depressziós időszakod, ami megelőzte a mostani párizsi paralimpiát, tehát hogy te úgy készültél végig a párizsi paralimpiára, ahol ezüstérmet nyertél, amihez ezúttal is gratulálunk. Hogy egy komoly depressziós időszakon mentél keresztül. Igen, de én ezt nem tudtam, hogy abban vagyok. Tehát, hogy... De mégis egy komoly kitartást mutat, hogy mégis végigcsináltad. Végigcsináltam egyrészt, mert kötelességem is volt, tehát hogy igazság szerint én azért estem depresszióba, mert gyászoltam azt az időszakot, amit nem tölthettem a gyerekemmel, mert ez egy kényszerhelyzet volt, hogy úsznom kell az anyagiak miatt is. És ugye én sosem ezért úsztam, hanem az úszás szeretetéért. A család is nagyon sokat segített, ugye anyukám feljött Budapestre, és vigyázott a morra, amíg én edzettem, meg hát a párom Álmos, tehát hogy ő aztán tényleg tudja, hogy milyen mélyről jöttünk fel, és tudom, sokan mondják így a döntő után, hogy 400-addal kaptam ugye ki, de hát könyörgöm, két hónappal ezelőtt még álmaimban nem gondoltam, hogy az aranyért lehetek harcba, erre tényleg egy szoros csata volt, és nem adtam könnyen ezt a címet, és egyébként örültem neki, hogy az ellenfelem nyert, de hogy nekem ez egy aranyjal ért fel, pontosan azért, mert tudom, hogy hol tartottam még 3 hónappal ezelőtt is, hogy milyen mélyen voltam, és tényleg, ha tényleg valami isteni csoda, hogy minden összeállt a végére, és ki tudtam ebből kecmeregni. Én azt gondolom, hogy az élet egy iskola, és a Jóisten úgy tekint ránk, mint olyan diákokra, akik, hogyha nem mennek hát az egyik vizsgán, vagy tetszik osztályon, akkor újból beírhat minket, és újból. De ez nem úgy megy, mint az egyetem, hogy egy dékáni engedélyen egy egyszer nem mentél át, akkor vége, hanem akkor jön egy újabb lehetőség. És én azt tapasztaltam a saját életemben, hogy a döntés lehetősége mindig ott van,
és van, hogy rosszul döntök, de legtöbbször azt is megfigyeltem, hogy pont azokon a területeken jön közelebb a Jóisten hozzám, ahol van valami gyengeségem vagy nehézségem. Én például nem tudtam könnyen beilleszkedni a kortárs közegembe, pont a hátterem miatt egy szorongós gyerek voltam, elvonultam a magam kis világába, és ugye az elveszett gyerekeket gyakrabban veszik elő, és állítják ugye céltáblává, aztán utána még jobban szenvednek. És arra is emlékszem, hogy amikor lelkészként kijöttem az iskolapadból, és segédlelkészként kaptam egy felelősséget, hogy életek az országos ifjúság vezető, emlékszem, hogy mennyire betoltam, hogy én fiatalokkal foglalkozni, hát mindig is féltem tőlük, mit kezdjek velük. És emlékszem, hogy éreztem a kicsinységemet, hogy nekem ez nem fog menni. De pont itt volt egy döntési lehetőség, hogy most beleugrok, vagy nem ugrok bele, és emlékszem az első ifjúsági táboromra, amikor minden nap azért imádkoztam, a feleségem megmondhatója, hogy hát már csak 6 nap ezt valahogy kibírom, már csak 5, már csak 4. És, de hogy féltem ettől a helyzettől, hogy féltem az alkoholistáktól is. Tehát én emlékszem, amikor megkérdezték, hogy van-e kedved az alkoholistákért dolgozni, mondtam, hogy köszönöm, nekem volt már dolog eleget az életben velük, majd valaki más. És mégis itt vagyok most 14 éve egy intézmény szakmai vezetőjeként a munkatársaimmal, és az családunk életét megnyomorította az alkohol, és most ott lehetek egy folyamatban, hogy alkoholbetegek állhatnak föl, és kezdhetnek új életet. De honnan indult ez a saját defektjeim, a saját elakadásaim, és Isten beiratott újból, és újból, és újból, és ő nem adta fel, tehát ő döntött mellettem, és nekem csak az volt a lehetőségem, hogy amikor már újból jön az a helyzet, akkor igen mondok végre, egy következő elágazásnál, vagy megint visszavonulok. Tehát én azt látom, hogy legtöbbünk életében ez az iskola, amiben beirat újból a Jóisten a szeretetből, és pont a gyengeségeink keresztül tudja megmutatni a hatalmát. Tehát szoktuk mondani, hogy Isten nem elhívja a kiképzetet, hanem kiképzi azt, akit szeretne elhívni, akiben látja, hogy ott a lehetőség, ott van a sérülés, de meg tudja mutatni a sérülésen keresztül a hatalmát az ő dicsőségére. És ez a szép dolog szerintem a döntéseinkben, hogy mindig dönthetünk, és mindig van lehetőség, amit ő újból és újból elénk ad. Ez fontos. Fontos gondolatok ezek, mert ugye sokszor, amikor döntünk, akkor valami ismeretlen felé indulunk el. És ez nekem például nem volt mindig tiszta, hogy hozok egy döntést, jó, hogy nem dohányzok, vagy nem fogok inni, ha szorongok, vagy feszült leszek, és akkor mit fogsz csinálni? Szóval az, azért nem volt sokszor alternatíva. Valami régit el kellett hagyni, ami tudtam, hogy rossz, és a családomat tönkretette, de hogy az új az mindig egy ilyen ismeretlenbe való dolog, és amúgy itt, én itt hoznám vissza, hogy döntöttünk, de ehhez meg bátorság kellett, hogy valami ismeretlenbe belépni, amit majd folyamatában tanulunk és meg. És közben pedig kellett a remény abban, hogy ez sikerül. Egy jó út lesz, és így fog van. Sikerülni. Én soha nem fogom elfejteni, hogy amikor először beiratkoztam iskolába, egyetemre, hogy ültem ott, és mondtam, hogy mit keresel itt Danó Éva, és mit akarsz te itt? Anyukád mindig mondta, hogy minek olvasol, mit akarsz, és amúgy nem volt válaszom, hogy mit akarok, csak mindenki mondta, hogy tanuljál, fog az menni, és elmentem, és beiratkoztam, és azért voltak félelmeim. Olyan érdekes ez, hogy sokszor ilyen helyzetekből hozunk egy döntést, hogy megcsináljuk, neki megyünk valahogy, de azért ez egy ismeretlen terület, és akkor itt jön be az akarat, és itt jön be a bátorság, hogy akkor is lemegyek az uszodába, nem tudom. Szóval ezek nagyon összetett dolgok, de mindenképpen szerintem nagyon pozitív, tehát nagyon megéri küzdeni, meg és akkor volt olyan döntés is, ami nem bizonyult jónak. És azt meg elfelejteni, meg elengedni, és akkor nem arra figyelni, hogy akkor most ez rossz, hanem akkor újra egy pozitív szemlélet, szerintem mindenképpen szükséges önmagunkhoz, hogy gyarlók vagyunk, emberek, hibázunk, és újra fölállhatunk. Akkor most ezen a szálon folytatnánk tovább a beszélgetést, ugyanis szó volt már korábban, két adással korábban itt az Agapéban arról, hogy milyen fontos az, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek azt, hogy lehet hibázni, és újra fel lehet állni, és hogy nem dől össze akkor a világ. Na de hogy van ez felnőttként? Hogy állunk a kudarcokkal? Mert azért lehet, hogy nincs rögtön esély kijavítani másnap azt az iskolai dolgozatot, hanem ha valamit elrontottunk, valami kudarcos történet van mögöttünk, akkor nem biztos, hogy rögtön ki tudjuk javítani. Hogy állunk a kudarcokkal? Azt mondják, hogy a zenei tehetség két alap dolog szükséges hozzá, tehát van a tehetség, amit az ember kap, vagy nem, tehát ami egy ajándék, de fölött ahhoz, hogy egy zenész zenészé váljon, ahhoz kettő dologra szükség van, az egyik a monotonitás, tűrőképesség,
a másik pedig a kudarc tűrőképesség, ami azért vicces, mert a zenészről és a koncertről mindenki a monotonitás helyett a csúcsélményekre jut eszébe, és pont, hogy nem, miféle kudarc, hát a siker, hát egyáltalán különben nem is lenne ott. És nekem egy nagyon fontos felismerés volt, hogy én mindig ilyen túlóvatos voltam, aki nagyon fél a kudarcoktól. És akkor egyszer egy hangmérnökkel dolgoztunk a Boyki Brothers-szel, és kérdeztük tőle, hogy te figyelj, te hogy tudod ezt ilyen jól megkeverni, ezt a hangzást. Szóval egyszerű, már 10-et elrontottam. És ott jött be ez, ami van is ez a mondás, hogy mi a bölcsesség, hogy jól tudsz dönteni. Miért tudsz jól dönteni? Mert sok rossz döntést hoztál. És ez nekem nagyon felszabadító volt arra, hogy emberként köteles vagyok dönteni. De nem vagyok köteles mindig jól dönteni. Úgyis fogok rosszul dönteni. Viszont, hogyha meg félek dönteni, mert az felelősséggel jár, a felelősség pedig szorongással, és ugye így zuhanunk be az áldozati létbe, hogy nem döntünk, nem vesszük a kezünkbe a sorsunkat, nem indítjuk el azt, ami bennünk van, nem állunk rá arra azon, mert mi van, ha nem sikerül? Akkor mi lesz, ha nem sikerül? Akkor kudarcot vallunk, és akkor minden rossz lesz. És végül semmit nem csinálunk. Na, ez a kudarc. Tehát a kudarc nem az, hogy elrontom azt, amiben belekezdek, hanem hogy meg se próbálom. Ez a kudarc. Én behoznék a személyes életedből még egy történetet, egy ház összeomlását, ahol nem te döntöttél, de végül is egy életnek akár egy kudarca is lehetett, hogy 24 évesen lett egy házatok, friss családosként, és az összedőlt. Ez a történet utólag mire tanított meg téged? Amikor hallottam, akkor úgy éreztem, hogy akár egy tanmese is lehetne, holott a valóság. Ez a valóság, igen. Néha, tehát nem akarom messziről indítani, mert nehéz elmagyarázni azt, hogy tud a 20. században, ez már majdnem a 21. volt, összedőlni egy ház, de úgy, mintha bomba találat érte volna. A lényeg az, hogy ez egy fölvizesedett házfal volt, és kiszáradt, és összedőlt. És csak azért nem halt meg az egész család, amikor ez összedőlt. És itt jön az, amit mondasz, hogy egy tanmese. Mert Ágoston fiam aznap elesett, és beütötte a csípőjét, és ezért rohanni kellett a János kórházba. Elmentünk a János kórházba. De ki szeret elmenni a kórházba, hogy a gyerekének ízületi fájdalmai vannak, lábra se tud állni, senki. Mindenki pokolba kívánja az ilyesmit. Igen ám, de mire visszajöttünk, nem volt ott a ház. Tehát, ha nem mentünk volna kórházba, akkor ráomlik az egész családra a ház. És a rom kupac tetején ott lobogott, mint egy zászló, egy ilyen gírbe-gurba gyerek írással írt házi áldás. Ezt biztos ismeritek, hogy hit, ott szeretet. Igen. Na és ez lobogott, mint egy zászló a tetején. A rom kupac tetején. És akkor mondtam, hogy uram, mindig tudtam, hogy jó a humorérzéket, de ez most itt nagyot üt. És a sok hatás után, mert itt óriási kár, tehát ez akkor volt, amikor kifizettem végre azt a házat. Ezt hosszan kellett fizetni részletekben, de a lényeg az, hogy egyszer csak mindenedet elveszted. Na de akkor jött megint az, amiről beszéltünk, na de miink van? Hát például az életünk. Hát igen. És itt egy kár, most akkor persze én akkor belemehetek a önsajnálatba, meg hogy jó, de rettenetes, de nézhetem azt is, ami van. És ezen a nyomvonalon élem tulajdonképpen az életemet, mert valahol nyilván mindannyiunk életében egyszer csak jönnek azok a károk, amikre, mint hogyha mennél a kinevet a végén, és akkor leütnek, mielőtt bemennél. És akkor megint kezdheted előre, hogy 6-os dobj. Ez mindenkinek, és akkor bele lehet ebbe süllyedni, meg el lehet kezdeni piálni, meg mindent lehet. De mi van, ha azt nézem, amin van, viszont ami van, és abból lehet építkezni. És ez ilyen volt. Tehát arra tanított meg, hogy minden összeomlás legmélyén már ott van egy nagyobb történet megváltási pontja. És ez így volt. Ebben az összeomlásban ott volt a kisfiamnak az, hogy kórházba rohanni vele,
ez egy megváltási pont volt. Amit azt hittem akkor, hogy hát, de szörnyű, most rohanatok kórházba. És kiderül, hogy ez megváltási pont, és az életünk múlt rajta. És az, én egyébként ugyanilyennek látom magát a Golgotai keresztet is, hogy ott egy teljes összeomlás, egy teljes vereség, de az egész maga a megváltás. És hogyha van egy ilyen életszemlélet, ez nem bátorság, csak realizmus. Elkezdesz nem félni az összeomlásoktól és a kudarcoktól. Fanny, én azt olvastam egy interjúban, több interjúban is olvastam, hogy úgy fogalmaztál, hogy te kívülről sikeres életed igazából a kudarcok sorozatából épül. Hát az biztos. És hogy így jutottál el a sikerig. Mit nevezünk sikernek? Azt, hogy elfogadtam önmagamat, hogy lett családom, hogy nyertem egy paralimpiát, igazság szerint. Én mindig úgy vagyok vele, hogy nekem sokkal nehezebb volt feldolgozni azt, hogy én nyertem Tokióban, és mint az, hogy most nyertem egy ezüstöt, azaz kikaptam úgymond ugyanabban a számban, mert utána nem tudtam, hogy most akkor mi lesz, hogy elértem a célt, mindenki állítólag azt mondta, hogy most vagyok sportoló, most lettem paralimpiai bajnok, holott tudtam azt, hogy igazság szerint nem, mert ha engem egy ezüst is boldoggá tesz, valakinek csak ezüst, akkor, mert én tudom, hogy milyen utat jártam meg, én tudom, hogy mi mentem keresztül abban az időszakban, ami addig vezetett, addig az éremig, és hát igen, nekem valahogy a kudarcok tovább lendítenek mindig, mert van bennem egy olyan, hogy jó, most nagyon mély ponton vagyok, de hogy igen, ebből most az a feladat, hogy ezt feldolgozzam, és kimásszak belőle. 12 évig te rossz besorolásban úsztál, vagy rossz kategóriába soroltak be. És amikor már jó kategóriába soroltak be, akkor jött az olimpia aranyérem. Így utólagosan hogy tekintesz vissza ezekre a kudarcokra? Szerintem csak tesztelve voltam, hogy bírom-e a nyomást, meg hogy kitartó vagyok eléggé, de hát az voltam, igen. Úgyhogy ha ez a 12 és fél év nincs, mondjuk lehetett volna rövidebb is, de mindegy, zárójel bezárva, ha ez nincs, akkor bennem nem élet fel egy olyan tűz, hogy én paralimpiai bajnok szeretnék lenni. Mert tényleg megvolt mindenem, családom, szerettek, akkor is volt már egy jó életem, és én azt gondoltam, tehát hogy mindig is úgy tekintettem magamra, hogy hát jó, én sose leszek paralimpiai bajnok, de hát van élet az úszáson túl is, tehát hogy tök jó az életem, miért ez hiányzik. Akkor már ugye ismertek is, és nem azért szerettek az emberek engem, akik ismertek meg a környezetem, nem azért szeretett, mert én bajnok vagyok, vagy nem, hanem azért szerettek, aki vagyok. És én ezt megtanultam az alatt, az időszak alatt. Viszont ha ez nincs, és a végén, ennek a 12 és fél évnek a végén nem derül ki, hogy ez full igazságtalan volt, akkor én bennem nem élet fel egy olyan tűz, hogy na most akkor ez az én időm, és most meg fogom mutatni, hogy de én azért is születtem, hogy így lábak nélkül éljem az életem, de azért is, hogy paralimpiai bajnok legyek. Tehát, hogy ez kellett. Sokszor a kudarcaink így visszafelé nézve új értelmet nyernek? Szerintem mindenképpen. Szenvedélybetegek között élem a hétköznapjaimat, és azt figyeltem meg, leginkább rajtuk, de rajtuk keresztül magamon is, hogy az ember, aki nem akar hibázni, az lemond a változás lehetőségéről. Aki fél hibázni, mert a legtöbbet miből tanulunk? A hibáinkból, nem? Elindulunk, hibázunk, és kiértekelhetjük azt a helyzetet, vagy pedig, hogyha függő módon gondolkodunk, neki megyünk újból, és újból, és újból. Van egy ilyen szlogán, hogy az örület legbiztosabb jele az, hogy valaki más eredményt vár, de ugyanazt csinálja. És ugye én is, talán, hogyha mondhatom, de mind szülőként is ülünk itt, a legtöbb kudarcot a gyerekenkkel kapcsolatban éljük át sokszor, nem? Amikor kiderül, hogy az, amit én nem küzdöttem meg, az tovább megy, és rossz látni azt, hogy amit nem küzdöttem meg, vagy a saját apám hangján hallom magamat beszélni, de az már az én hangom, az már nem az édesapámé, és hogy nyilván a gyerekeim látják azt is, hogy hibázom, de szerintem nem az a jó szülő, meg nem az a jó felépülő ember, aki nem hibázik, hanem aki képes ezekre a hibákra úgy tekinteni, hogy ez a tanulási folyamatnak a része, és a gyengeségeiből tud valamiféle erőforrást találni, és ami még fontosabb szerintem, hogy nem egyedül kell ezeket megküzdeni. Tehát olyan szép a szinergia törvénye, hogy egy meg egy az nem kettő, hanem néha 3, 4, 5, 6, és olyan, amikor egy családi erőforrások összeadódnak, vagy amikor egy munkatársi közeg, ahol dolgozunk a szenvedélybetegekért, kiderül, hogy annyira jó, hogy ott vannak, és
mindig azt szoktam mondani, hogy abból látszik, hogy egészségesen működöm, vagy hogyha rosszul, hogy vajon kapok-e visszajelzést a hibáimra nézve. És amikor nem változom, akkor megkapom újból, de hát ez a fontos része szerintem az életnek, hogy újból és újból van a tanulásnak a lehetősége a hibáinkon, a kudarcainkon keresztül. Gábor említette, hogy a mások segítenek nekünk. Évi, te most olyan családoknak segítesz, olyan embereknek, akik olyan nehéz helyzetben élnek jelenleg, ahonnét te is jöttél. Mi a legfontosabb, amit itt szeretnél átadni nekik, ahogy hogyan tudod őket bátorítani? Ahogy így hallgattam a többieket, engem mindig lenyűgöz az életnek a szeretete. Szerintem azok, szóval a küzdésnek az értelme, hogy szeretni kell élni. Szeretni kell a jövőt, akkor is, ha abban vannak összedőlt, vagy szóval vannak összedőlt házak a történeteinkben, és ez nem ilyen kiszínezett élet, vagy a kudarcaink, nem tudom, és akkor most kiszíneztük, hanem tényleg nem lehetnénk azok az emberek, akik most vagyunk ezek nélkül. És nagyon fontos szerintem, hogy segítő emberként azoknak az embereknek a gyarlósága, a nehézsége, amiben belekeveredett, ahhoz én mindig irgalommal fordulok, és mindig tudatában vagyok annak, hogy én is lehetnék abban, bárki lehet abban, hogy az ember nagyon-nagyon törékeny összetétel, és az én mindig azt szeretném, hogyha hinnének egy picit magukban, az erejükben, a saját forrásaikat meg tudjuk keresni. Nyilván, amikor én segítek egy krízisben, ott ez egy beszűkült állapot, és nagyon szeretek velük beszélgetni, hogy hol vannak rokonaik, az ország melyik pontján, és úgy szeretem, hogy azt mondja, hogy nincs senki, Nyíregyházán, a nagymamán, Kecskeméten, nem tudom. És akkor a végén kiderül, hogy valóban nincs egyedül, és ezt szeretném, hogy ezt lássák meg, hogy nekik is vannak forrásaik, vagy pedig segítőként teremtsünk forrásokat. Szóval, hogy higgyenek önmagukban, hogy képesek megcsinálni, igen. És hogy van, akire támaszkodhatnak. Szerintem még. Nagyon fontos, hogy bármilyen kudarc, nehézség van, vagy egy krízis helyzet, az nem a vég. Szóval onnan föl lehet állni. Ott van remény ahhoz, hogy ez meg tud javulni ez a helyzet. És nagyon tetszett, az elején beszéltünk, hogy kinek lehet segíteni. Mindenképpen azoknak, akik ott tartanak, hogy nekem segítségre van szükségem. És hogy ez is nagyon fontos, hogy nem bűngyarlónak lenni, nem bűngyengének lenni. Nem baj az, ha az ember kimutatja és kér segítséget, hogy elért az életének olyan pontjára, hogy most ezt nem tudom egyedül megküzdeni, és ezt nagyon szeretem az én életemben, hogy igazából soha nem voltam egyedül, soha nem kellett ezt a küzdelmet, itt most én ülök, de soha nem voltam ebben egyedül. Évi említette a reményt, vagy elhangzott a remény, és az a igevers jutott eszembe, miközben beszélgetünk itt a kudarcról, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ez akár egy kudarcos helyzetben is előjöhet az emberben? Hát elsősorban ott jön, mert amikor meg is élem, és tudom, hogy jaj, de jó, ez a javamra van ez a dolog, hú de jó, hú de klassz, bajnok lettem, hú de klassz, itt állok és tapsolnak az emberek, hogy milyen okos vagyok, vagy ügyes, akkor efelől nincs kétség. A kétség akkor van, és akkor kell ez az ige, amikor azt gondolom, hogy most letarolt, legyalult az élet, most vége, most nincs tovább, most megjött a diagnózis, ez a betegségem, most küzdök a piával, ahogy Gábor mondja, hogy a depresszióval, hogy állandóan ilyen emberek közt él. Tehát, és nekem is, ott van és vége ott a háznak, mert hogy ezekben a helyzetekben úgy is elképzelhetjük, hogyha az életünk mondjuk egy történet, egy film, akkor pont ilyenkor arra gondolunk, hogy ez egy elfussárált történet, és ennek rossz lesz a vége, ez egy dráma, egy tragédia, és végül a gyerekem nem nő föl, meg éhen halunk, meg mit tudom, és ez az ige azt jelenti, mint a divatos szóval, hogy elszpoilerezi a történetet, és azt mondja, hogy happy end lesz. Igen, most nézd meg, itt vagy ebben a gödörben. De én azt ígérem, hogy boldog leszel. Hogy a végén hálát adsz ezért, mert javadra lesz ez is. Nekem nagyon tetszett, amikor a Fannitól kérdezted, hogy sikeres lettél, és akkor egyáltalán nem is a érmekre gondolt. Pedig most itt ülünk, és biztos, hogy mindenki az érmekre gondol. Hát ugye, aranyérem, ezüstérem, meg ezért.
ja, hogy szerető családom van? Tehát, hogy ez olyan érdekes, és ez a titok, hogy ott a fókusz, ami tényleg lényeges, most nem mintha az érem nem lenne lényeges, de nagyon sok olyan ember van, aki nagy teljesítményt ad le, és nyomorultul él, és nem boldog. És onnan a dobogó tetejéről csúszik bele függőségbe, vagy ilyesmiben. Tehát nekem ez az ige azt jelenti, bele tudok kapaszkodni, hogy a történetem, bármilyen völgyben vagyok most, azt követi egy föltámadás, bármilyen összeomlást. Mert az én uram ezen ment keresztül. Összeomlott, vereséget szenvedett, és föltámadt. És ez az én utam is. Tehát egy tágabb perspektívát kapok. Igen, és hátradőlök, és azt mondom, hogy uram, nekem ez fáj, nem örülök neki. Ez most rettenetes. De köszi, hogy tudom, hogy ez a javamra lesz. A beszélgetésünk végén arra gondoltam, hogy azt kérdezném, hogy ezekből a megküzdésekből, amiket ti megéltetek, mit szeretnétek átadni a gyermekeiteknek, miben szeretnétek őket megerősíteni, hogy a következő generációnak mi az, amit így üzenetként megfogalmaznátok? Hát talán a legfontosabb, hogy nem szabad úgy gondolkodni az életről, hogy ilyen steril csoda. Hogy ők is nyugodtan készülhetnek arra, hogy ugyanúgy meg kell harcolniuk majd dolgokat. Lehet, hogy nem ugyanazt, mint nekünk, de még az is lehet, hogy ugyanazt kell, mint nekünk, és az is lehet, hogy mondjuk engem kikerült az anyám depressziója, de a gyerekemet nem fogja, hogy legyenek bátrak küzdeni, és hogy nagyon-nagyon szeressék magukat, akkor is, ha nincsenek jó állapotban. És hogy az élet a buktatókkal együtt lesz úgy szép és kerek. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottátok velünk. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket. Ezt az adásunkat és minden korábbi műsorunkat újra megtekinthetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony István YouTube csatornán. Velem legközelebb 2 hét múlva találkozhatnak, jövő héten Vágvölgyi Gergely kollégám várja majd önöket. Foglaljanak helyet az Agapé asztalánál akkor is, Isten áldja önöket!